Jó estét mindenkinek! Örülök, hogy ismét együtt lehetünk, bár ezt a közös együttlétet most nehéz érzékelni, de a visszajelzéseitekből azért érzékeljük, hogy együtt vagyunk. Úgyhogy Isten áldjon meg mindenkit, remélem, hogy egy áldott jó napotok volt, élveztétek ezt a gyönyörű tavaszi időt, ami már majdnem elérte a 20 fokot, rajta már egy picit látszik is ennek a tavaszi napfénynek a hatása. Egy igét szeretnék olvasni, mielőtt a közös biblia tanulmányozásba belemegyünk, és ezzel akarlak benneteket bátorítani. A Filippi levélben, negyedik részében van egy szuper ige, ami nagyon tetszett nekem, ma foglalkoztam ezzel az igével. Az ötödik versben azt mondja, hogy a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Tehát, hogy miről legyünk ismertek, ami szelíd lelkűségünkről. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, ugye az Úr közelettében mit kell csinálni, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban, könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseitek Isten előtt. Tehát az aggodalomnak, a félelemnek a ellenpontja a hálaadás. Azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok, hanem hálaadással imádkozzatok, könyörögjetek, dicséretet énekeljetek. Tehát gyakoroljuk ezekben a napokban a hálaadást, ami azt jelenti, hogy észreveszünk a jót, értékeljük a jót, megköszönjük a jót, kifejezzük a jót. Az emberi kapcsolatokban is, az Istennel való kapcsolatunkban is egyaránt. És hogyha ezt gyakoroljuk, mi lesz ennek a következménye? Az Isten békessége, amely minden értelmet meghallat, meg fogja őrizni a szívet és a gondolatokat a Krisztus Jézusban. Ugye az aggodalom és a félelem a szívet és a gondolatokat, az elmét támadja meg, és hogyha hálásak vagyunk, hálaadásban gyakoroljuk magunkat az imában, akkor nem fog tudni a félelem, az aggodalmaskodás helyet kapni a szív és az elmében, és a hálaadás pedig be fogja vonzani Krisztus minden értelmet felülhaladó békességét, amire nagy szükség van ezekben az időkben. Úgyhogy gyakoroljuk a hálaadást, ezért arra gondoltam, hogy ma este én is ezzel kezdeném, mégpedig szeretném megköszönni a munkatársaimnak azt, hogy lehetővé tették, hogy itt egy ilyen stúdium, home stúdium keresztül tudunk kommunikálni, hiszen napközben azért mindenféle vezetői meetingek vannak, különféle online hívásaink vannak, megbeszéléseink, és most azért sokat fejlődött a technikánk, technológiánk, rá voltunk kényszerülve erre, de szeretném megköszönni, hogy egy nagyon jó csapat van a hátteremben, mindenek előtt Takács Károly testvéremnek, aki minden mögött ott van, mint szervezője, mint szakembere, mint aki a terep előkészítője, hogy utána mi tudjunk szolgálni, úgyhogy tényleg hálásan gondolok rá, és azokra a befektetésekre, amit tesz. Ezen túl szeretném megköszönni itt a közvetlen segítő, amúgy Süveges Jáfet, aki nem látszik a képen, de nélküle nem tudna működni ez a ma este sem. Úgyhogy hálás vagyok, hogy ő mindig rendelkezésre áll, szinte minden este itt van, vagy velem, vagy az Alfával, vagy az élő adással az Isten tiszteleten. Úgyhogy köszönjük neki is, tényleg értékeljük. Ezen túl Nagyobb Onyi Luca nagyon sokat tesz azért, hogy a Facebookok, a reklámok, az információáramlás jó legyen. Nagyon-nagyon hálás vagyok neki, és köszönjük az ő munkáját, hiszen hogyha ez nem lenne, akkor nagyon sok minden nem tudna működni. Tényleg, Luca, szuper, hálásak vagyunk, értékeljük. Itt van még Szabó Dávid, aki szintén egy nagyon-nagyon komoly csapattagunk és munkatársunk, aki a dizájnért felelős, minden kimenő levél, stb. Általában átmegy az ő kreatív formáló kezén, és köszönjük Dacsinak, Dávidnak, Gödöllőről, hogy mindig megbízható munkatárs itt nálunk. És mindenek előtt köszönjük Molnár Palinak, aki szintén mindenhol ott van, ő az egyik legfontosabb technikai munkatársunk, aki összerakja a dolgokat, aki működőképessé teszi, és hálásan emlékezek meg róla is, és nagyon értékeljük az ő megbízhatóságát, kiegyensúlyozottságát. És még szeretném megemlíteni Nagy László Györgyöt, aki
aki a kisfilmek, a média vonatkozásában egy fantasztikus szakemberünk, és nagy áldás számunkra. Komoly nemzetközi tapasztalatokkal és a magyar médiában is sok tapasztalatot szerzett már Laci, és örülünk, hogy ezt Isten királysága számára hasznosítod. És Németh Laci, így van, és köszönjük, hogy most az utolsó látásfilmet is ilyen fantasztikusan összeraktad Lucával és a többiekkel. Úgyhogy hálásan gondolunk ezekre a csapattagokra, és nagyra értékeljük itt a nyilvánosság előtt is a munkátokat, és ti nélkületek nem menne, és így együtt sokkal többre jutunk. Úgyhogy köszönjük szépen, és megemlékezem a ti szolgálatotokról. Úgyhogy akkor ma pedig szeretném folytatni a tegnap elkezdteket. Örülök annak, hogy elég sok komment érkezett, és néhány kérdés is. Ma remélem be tudjuk fejezni azt a Biblia tanulmányozást. Ha emlékeztek, hétfő-kedden futok a cél felé témát vettük át, el hétfőn inkább tanításba, kedden egy közös Biblia tanulmányozásban Nehémiással kapcsolatban. Remélem, hogy már hallattatok a házi feladatokkal, mégpedig az az volt, hogy ezekben az kicsit bezártabb időszakokban gondolkozz el arról, hogy neked milyen céljaid vannak. Rövid távon, középtávon, hosszú távon, mi az életmissziód, az életküldetésed, és ezt úgy imádkozó szívvel gondoljuk át, és írjuk ezt le, hogy utána neki tudjunk dőlni célegyenest, amikor felszabadul jobban ez a pálya. Úgyhogy kérlek, csináljátok meg ezt, hiszen a növekedés a céltudatos embereknél van. Ezért jó, hogyha látod, megfogalmazod, átimádkozod a céljaidat. Jó, úgyhogy ez volt a házi feladat. Ezen kívül terepozi mára bátorítattalak veleteket, többen jelezték, hogy ismételten tegyem ezt meg, hogy nagyon fontos az imádkozás ezekben az időszakokban. Remélem a ma hajnali imán jó néhányan részt vettetek. A páros imán is már több mint 200-an vannak, és egyre növekszik ezeknek a száma. Illetve a nemzeti ima kampányunkban is a Bánhegyi Sándor testvérünk vezetésével szépen kezdenek feltelni az idő betelni, hogy egy folyamatos imádság történjen. És tennap arra bátorítottalak benneteket, hogy az ige azt mondja, hogy különösen két kulcs van az igében, hogy az Úr rövidítse meg ezeknek a napoknak a számát, a másik kulcs pedig, aki megalázza magát, ott meg rövidesen megszabadítja az Úr, és meggyógyul az országunk. Úgyhogy ezek alapján tudunk imádkozni, és természetesen a Szent Szellem majd vezetni fog bennünket. Úgyhogy ennyit szerettem volna nektek mondani, és holnap nem lesz élőadás, hanem szűnnapot tartunk, hiszen a héten minden nap élőadásban voltunk, hanem vasárnap egy fergeteges istentiszteletünk lesz, online dicsérettel, egy erőteljes bátorító üzenettel, és közösen fogunk úrvacsorázni, úgyhogy már úgy készüljetek vasárnap 6 órától, hogy együtt tudjunk részt venni ezen az istentiszteleten, és minél többen kapcsolódjatok be, osszátok meg, juttassátok el mások felé is azokat a bátorító üzeneteket, amiket a Szent Szellemtől kapunk, és szeretnénk a gyülekezetnek továbbadni. Úgyhogy akkor most folytatni szeretném a Biblia tanulmányozásunkat, úgyhogy vegyétek elő a Bibliátokat, ezt fontosnak tartom ilyenkor, hogy a Biblia ott legyen a kezünkben, hogy olvassuk, elmélkedjünk fölötte, és ilyenkor mindig mélyebbre megy az ige, mint mikor csak átszaladunk fölötte. És ezért most is vegyétek elő a Bibliátokat, és folytatjuk, illetve ezt ma szeretném befejezni ezt a témát. Ugye az volt az alapkérdésünk, hogyan szükséges egymáshoz viszonyulnunk a családi, a gyülekezeti és a társadalmi közösségben, és erre milyen irányt mutat az Isten igéje. Jó, és akkor elkezdtük a Róma levelet, átnéztünk ebben a témában, utána átnéztük a korintusi levelet, és a Galácia levéllel fejeztük be, és most pedig az efézusi levéllel fogjuk folytatni. Csak ezeket emelek ki, azokat az ige szakaszokat emelem ki, ahol a hogyan viszonyuljunk egymáshoz kérdésre megfelelő választ kapunk. Remélem már a tegnap is áldás volt számotokra, köszönjük a bátorító visszajelzéseket, és ma pedig akkor folytassuk, és engedjük, hogy az Isten igéje bejön az elménkbe, és bejön a szívünkbe, bejön a döntéseinkbe, a gondolkozásunkba, az egész személyiségünkbe, hogy átformálja azt Isten akarata szerint.
Jó, úgyhogy akkor menjünk tovább, és keressük ki az efézusi levelet. Az efézusi levélből fogunk 2-3 bibliaidézetet megnézni. A 5. résszel kezdjük, a 21. verssel. Itt ugye arra kapok választ, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz a közösségben, akár családi, gyülekezeti, vagy a társadalom más területén. Efézus 5.21, egy nagyon rövid, nagyon tartalmas verssel találkozunk. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. A Bibliában, nem tudom, megfigyeltétek-e, az engedelmesség szó elég gyakran szerepel, de nagyon sokszor, mikor ezt a szót halljuk, az engedelmességgel kapcsolatban általában szülőgyerek, vezető, beosztott, szolgálatajándék, gyülekezeti tag viszonyában, vagy férfeleség viszonyában találjuk, de van egy ilyen ige, ami nagyon-nagyon tetszik nekem, mikor az engedelmesség szó ebben a környezetben van, azt mondja, engedelmeskedjetek egymásnak. Tehát magyarul ez arról beszél, hogy mindenkinek szükséges valamilyen mértékben megtanulni az engedelmességet. És engedelmeskedjünk egymásnak. Vannak helyzetek, amikor a másiktól olyan impulzusok jönnek, amiben érdemes engedelmeskednünk. És jó, hogyha készen vagyunk ilyen módon viszonyulni egymáshoz, hogy független attól, hogy a társadalmi helyzetünk, gyülekezeti helyzetünk, életkorunktól független, tudunk időnként engedelmeskedni egymásnak, engedni egymásnak, mikor érzékeljük, hogy az, amit a másik képvisel, az áldás, az építés a javunkra van. Krisztus félelmében érdekes, hogy ez az Isten félelemnek egyik tünete, hogy ha valaki féli az Istent, akkor nagyobb nyitottsága van arra, hogy tudjon engedelmeskedni a megfelelő időben. Ez volt az Efézus 5.21. Most menjünk a 4. részre, ott az 1.-2. verset fogjuk átnézni. A 4. rész, keressétek ki egy résszel korábban. Az 1.-2. vers és a 25. és a 32. verset, tehát 4 verset fogunk megnézni. Jó, úgyhogy gyertek, nézzük meg ezt együtt. Efézus 4.25.30. De kezdjük a 1-2-vel. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Tehát mikor írta Pál az efézusi levelet, mikor fogságban volt, ő is karanténban volt, volt ideje jobban egy kicsit visszafogni magát, nem utazott, nem szolgált állandó jelleggel, jobban be volt zárva, és akkor írta ezeket a leveleket, és komoly kijelentéseket vett el Istentől. Adja az Isten, hogy nekünk is ez az időszak erről szóljon többek között. Azt mondja, kérlek tehát én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Tehát az elhívás, amit kaptunk, ahhoz méltóan éljünk, a méltó életmódban 3 dolgot említ, alázatot, szelídséget és türelmet. És viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékével. Na nézzük, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Azt mondja, viseljétek el egymás szeretettel. Érdekes, hogy ez a másik levélben is Pál apostol hangsúlyozza ezt. A másik fordítás úgy mondja, hogy tűrjétek el egymást, viseljétek el, szenvedjétek el egymást, bírjátok ki egymást, hordozzátok el egymást szeretettel. Mikor szükséges ez, elhordozni egymást? Már többször tanítottam arról, hogy az egy ember a kiválóság és a gyarlóságnak az összessége. Tehát a kiválóság plusz gyarlóság, ebből jön létre egy ember, akit az Isten megteremtett. És amikor a kiválóságaink, az ajándékaink, az értékeink vannak előtérben, akkor nem kell az elszenvedő szeretet, ott könnyű elhordoznunk egymást, könnyű szeretnünk egymást, és jól működik a dolog. De mikor előjön, és mindenkiből előjön, időnként a gyarlósága, a gyengesége, a képesség hiánya az embernek, akkor kell ez az elszenvedő szeretet. Eltűrni, elhordozni, elviselni, elszenvedni. És azt mondja itt Pál,
hogyha nincs meg ez az egymást elviselő, elszenvedő szeretet, nem tudunk megmaradni a szellem-szent-szellem egységében. Tehát az egységünk nem tud működni, hogyha a szeretetnek csak azt a típusát tudjuk képviselni és megélni, amikor minden könnyedén megy. Azt mondja itt, hogy ahhoz, hogy hosszú távon egy egység megmaradjon egy csapatba, egy gyülekezetbe, egy hálózatba, ahhoz igenis meg kell tanulnunk ezt a leckét, az elszenvedő szeretetnek a leckéjét. Ami néha nem olyan egyszerű, mert azért a gyarlóságok lehetnek kisebb-nagyobb mértékűek, a nyomások alatt előjöhetnek, és ezeket a gyarlóságokat tolerálni kell, elhordozni, időnként nem is olyan egyszerű, ezért mondja, hogy az elszenvedés szót. De Pál apostol itt úgy fogalmaz, hogy viseljétek el egymást. Tehát az egységünk akkor tud megmaradni, hogyha mindegyikünknek a gyarlóságait megfelelő módon, érett módon tudjuk kezelni. Tehát hogyan tudunk viszonyulni helyesen egymáshoz? Úgy, hogy amikor előjönnek a gyarlóságaink, és mindenkinél előjönnek, mikor hogyha jó, hogyha ebbe tudatában vagyunk, mert ugyan neked is vannak, meg nekem is. És mivel tudatában vagyunk, hogy mindenkinek vannak, ez egy nagyobb alázatra ösztönöz bennünket, és igenis ez egy fontos lecke, amit meg kell tanulnunk, hogy ilyenkor elhordozzuk, elviseljük egymás szeretetben, és így tud megmaradni az egységünk. Erre szükség van a házasságban is, szükség van a családban is, és szükség van a gyülekezetben is, és időnként a munkahelyen is, a társadalom mindenféle szegmensében, hogy előjönnek az emberek gyarlóságai, és ilyenkor el kell tudni hordozni, és így meg tud maradni az egység. Általában az egység akkor törik meg, amikor az egyéneknek a gyarlóságai kidomborodnak, és akkor törés, szakadás keletkezhet, de az érett emberek megtanulják elszenvedni egymást, Pál apostol, ahogy tanácsolja, és így megmarad a léleknek az egysége, megmaradnak békességben ebben a helyzetben. Tehát hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Viseljük el, szenvedjük el, hordozzuk el egymást gyarlóságait. Na nézzük akkor tovább, az Efézus 4, 25-32, pedig a másik oldal ennek a történetnek. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Tehát egymáshoz tagként kapcsolódunk. Ahogy a csukló kapcsolódik a kézhez, ahogy a lábfej a lábhoz, ahogy a láb a csípőhöz, és mindig minden valamihez kapcsolódik, a test egy-egy részéhez, ugyanígy mi is kapcsolódunk egymáshoz. Tehát egymásnak tagjai vagyunk a közösségben. Viszont hogyan tudunk kapcsolódni egymáshoz? Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten meg is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Jóságosak mit jelent? Jó szándékúak, jó motivációból cselekvőek, jó ízzel, jó hozzáállással cselekvőek. Tehát így, hogy jó, egy megfelelő, jó, pozitív hozzáállás legyen a másikhoz. Irgalmasak. Ez mikor kell, hogy legyünk egymáshoz irgalmasak? Vannak olyan pontok, amikor bajba kerül az ember, nehéz helyzetbe kerül az ember. És mi az irgalmasságnak az ellentétpárat? Gondolj csak át. Az irgalmasság az azt jelenti, hogy megkönnyörül, szeretettel felkarolja a nehéz sorsú, bajba jutott embert. Ennek az ellentétje megkeményedik és kritizálja, ítélkezik, pálcát tör felette. Tehát mit mond itt Isten igé, hogyan kell viszonyulnunk egymáshoz? Hogy irgalmasak legyünk. Ne kemény ítélkezőek, hanem amikor a másik nehéz helyzetbe kerül, bajba kerül, vagy a gyarlósága olyan mértékben előjönnek, akkor egy könyörülő, szeretetteli szívvel karoljuk föl. És a harmadik dolog, amit mond, hogy bocsássatok meg egymásnak. És érdekes, hogy szinte soha nem választja el a Bibliától, ahogy Isten nekünk is megbocsájtott. Ahogy a mi atyánk mondja, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Tehát ennek mindig két oldala van az érmének, hogy mi nekünk is megbocsájtatik, és mi is megbocsájtunk. Ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Tehát így viszonyuljunk egymáshoz, tehát akkor újból fölteszik a kérdést az Efézusi levél alapján, hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Úgy, hogy egymásnak tagjai vagyunk, és legyünk jó szándékúak,
irgalmasak, és bocsássunk egy meg egymásnak. Az Úr Jézus nevében. Na, ez volt az efézusi levél, és utána beszéltünk arról, hogy viseljük el egymást. Igen, és előtte pedig az Efézus 5.21-ből, hogy engedelmeskedjünk egymásnak. Na, az efézusi levelet itt végig is néztük, most egy idézet erejéig nézzük meg a Filippit. A Filippi 2.3-5-öt, keressétek ezt is ki, és újból az alapkérdésünk az, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Filippi 2.3-5. Sikerült megtalálni? Akkor olvast velem együtt, hogy tudj fölött elmélkedni. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Hogyan viszonyuljuk egymáshoz? Azt mondja, különnek tartsátok egymást magatoknál. Hogy tudjuk egymást különnek tartani magunknál? Úgy, hogyha a szemléletmódunk krisztusivá válik. Milyen a krisztusi szemléletmód? Látja az értéket. Látja az értéket az emberben. Az ördögi szemléletmód látja a gyarlóságot az emberben, és állandóan azt emlegeti, és ezzel vádolja az embert. A krisztusi szemléletmód látja az értéket az emberben. És adja az Isten, hogy ez a szemüveg legyen rajtad is, meg rajtam is, hogy változzunk el e világ szemléletmódjából, és egy krisztusi szemléletmód legyen rajtunk. Ha krisztusi szemléletmód van rajtunk, akkor látjuk az értéket a másikba, és különnek tudjuk tartani bizonyos területeken magunknál. És ez az alázatnak egy megnyilvánulása lesz. És hogyha ez megvan, akkor nem fogunk önzésből és dicsőségvágyból cselekedni. És az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát az a szemléletmód, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Alázattal egymás különnek. Őt tartsuk. Na most megnézzük a Kolossi levelet. A Kolossi levélből két idézetet, a harmadik részből fogjuk felolvasni. Kolossi 3.9 és a 13-16 verset. Kolossi 3.9, 13-16 verset, amely így szól. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi ember cselekedeteivel együtt. Hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Őszintén. Ne hazudjunk egymáshoz, egymásnak. Ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenkinek mindent el kell mondani, mert ez a bölcsesség. Hogy egyrészt nem is terhelünk bizonyos információkkal embereket, de amit mondunk, azt őszintén mondjuk. A hazugság gyakorlatilag valótlanság állítása. A hazugságnak vannak egészen finom manipulatív formái, és van teljes mértékben ellentétes, az igazsággal ellentétes formái. Most a hívők között általában nem jellemző az, hogy teljesen a valóságtól eltérő információkat adunk. Itt a hívők között inkább a képmutató, finom, hazug mondatok jellemzőek, amelyek ugyanolyan a hazugságok, sőt a finomabb dolgok még meredekebbek, mert nehezebb leleplezni. De erre bátorít bennünket a Biblia, hogy a közösségben ne hazudjunk egymásnak, ne engedjünk ezeknek a finom manipulatív, negatív dolgoknak, hanem ezt vetkőzzük le. Ez a múltunknak a része, vetkőzzük le, és az új ember, az legyen őszinte, legyen egyenes. Ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenkinek elmondunk mindent, de amit elmondunk, az legyen őszinte, egyenes és becsületes. És erre bátorítok mindenkit, benneteket, magamat is, hogy merjük magunkat adni, merjük őszintén lenni a közösségben, és viszonyuljunk egymáshoz ilyen módon. Na, 13 és a 16. verset olvassuk el, ez itt ismétli az Efézus levélből, de nem baj, hogyha egy picit megismételjük, nagyon hasonló gondolatokat
fogalmaz meg, ami már korábban is megjelent. Azt mondja, hogy viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsájtott nektek, úgy tegyétek ti is. Mindjárt olvassuk tovább, csak egy picit ellemezzük ki ezt. Itt megint viseljétek el. Ugyanaz a szó található az eredeti nyelvben. Tűrjétek el, viseljétek el, szenvedjétek el, bírjátok ki, hordozzátok el egymást. Tehát ez arra vonatkozik, mikor az emberi gyarlóság előjön, akkor igenis kell erőt venni magunkon, hogy nem kiakadunk, nem megtörjük a kapcsolatot, nem különféle negatív reakciókat engedünk meg, hanem a szeretetnek az elhordozó, elszenvedő, elviselő és eltűrő részét engedjük fölszabadítani az életünkben, amikor a mások gyarlóságát elhordozzuk, mert ugyanúgy a másiknak is szüksége van időnként, hogy a mi gyarlóságainkat is elhordozza. Tehát viseljétek el, szenvedjétek el egymást. Amúgy tudjátok, mit szeretném mondani, hogy a kapcsolatokban való közlekedés mutatja meg legjobban egy személynek az érettségét. Hogy milyen mértékű, jellemi, gondolkozásbeli érettség van. Ezért is fontos, hogy ezek az igék fölött gondolkozzunk, tanulmányozzuk, hogy növeljük a mi érettségünket ezen a területen. Tehát viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volt valaki ellen, ahogy az Úr is megbocsájtott nektek, úgy ti is úgy tegyétek. Tehát viseljétek el egymást, mikor? Amikor olyan surlódások vannak. Amikor nem annyira olajozott a kapcsolat. Amikor panaszkodás van, mert nem teljesen úgy megy, ahogy elképzeltük, azt mondja, akkor hordozzátok el egymást ezzel a megbocsájtó kegyelemmel, és mit mindig arra utal vissza a megbocsájtásra, ahogy az Úr nekünk is megbocsájt. És így folytatja, mindezek fölé öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Mi az, ami tökéletesen összefog mindent? A szeretet. Tökéletesen összefogja a házasságot, a családot, a gyülekezetet, és minden társadalmi formációt, ami létezik, az tökéletesen összefog. És a Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva egy testben, és legyetek háládatosak. Na de ezt a mondatot szeretném még kiemelni, ami ezután jön, 16. versben. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymás teljes bölcsességgel. Incsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Tehát hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Tanítsátok egymást teljes bölcsességgel. Az előbb azt beszéltük, hogy viseljük el egymást, hordozzuk el szeretettel, itt pedig azt mondja, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymást. Az intés az azt jelenti bátorítva korrigálni. Tehát bátorítva korrigáljuk egymást. Hogyha látunk helytelen irányokat, rossz gondolatokat, rossz cselekedeteket, amelyek eltérnek az Isten igéjének a zsinór mércéjétől, akkor bátorítva, tehát nem ledorongolva, bátorítva korrigáljuk. De hogy mondja, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel? Tehát nem csak a tanítók tanítanak? Nem. Hanem egymás között is megjelenik a tanítás. Spontán, tanácsolásban, gondozásban megjelenik a tanítás. De nézzétek meg, hogy tudjuk egymást tanítani? Csak úgy, ha Krisztus beszéde gazdagon lakik bennünk. Tehát mit jelent az, hogy Krisztus beszéde gazdagon lakik bennünk? Ez a gazdagság csak akkor tud létrejönni, ha valakinek aktív a kapcsolódása az Isten igéhez. Azok tanítsanak, akinek aktív a kapcsolódása az Isten igéhez. Tehát, hogy rendszeresen olvassák, elmélkednek, hallgatják, fogyasztják az igét, és egyszerűen beépül a gondolkozásukba, beszédükbe, a cselekedeteikbe gazdagon. Tehát a tanítónak nagyon fontos, hogy az ige bennük gazdagon legyen. Jaj annak a tanítónak, akinek csak szegény az ige ismerete, szegény és lapos az igével való közössége. Tehát hogyan tudunk viszonyulni egymáshoz, hogy időnként tanítjuk egymást teljes bölcsességgel, és intjük egymást, bátorítva korrigáljuk egymást, ennek abszolút helye van a közösségben.
sokszor voltam ennek tanúja, mikor olyan spontán, bátorítva korrigáltak most az új megtérőket bizonyos dolgokban, idősebb keresztjének, és helyre kerültek utána a dolgok ennek következtében. Na, akkor térjünk most át a Kolossi levélről a tesszalonikai levélhez. Mindegyik tesszalonikai levélből egy-egy igét fogunk kiválasztani. Továbbra is az alapkérdésünk, hogyan viszonyuljunk egymáshoz. A Tesszalonika, 1 Tesszalonika, 5. rész, a 11-től 15-ig egy hosszabb szakasz fogunk felolvasni, mert itt az egymáshoz való viszonyulásunkhoz nagyon jó igei szakaszokat olvasunk. 1 Tesszalonika 5, 11, 15, nézzétek csak meg, sikerül kikeresni? Jó? Azt mondja, vigasztaljátok tehát egymást, építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, intenek és titeket, munkájukért nagyon becsüljétek meg őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt, és mindenki iránt. Na hát itt az egymáshoz való viszonyulásnak nagyon sok gyakorlati útmutatása és alapelve van. Itt egy picit elemezzük ki ezt az ige szakaszt. Tehát a kérdésünk, hogyan viszonyulunk egymáshoz. Vigasztaljátok tehát egymást, építse egyik a másikat, ahogy teszitek is. Mindenkinek az életében vannak olyan időszakok, amikor elcsügged, amikor nehezebb időszakhoz érkezik, amikor fájdalmasabb életszakaszon megy át. És azt mondja itt a Biblia, hogy vigasztaljátok egymást. A vigasztalás az egy olyan bátorító magatartás, ami konkrétan arra a helyzetre gyógyulást, vigasztalást, helyreállítást és bátorítást tartalmaz. És jó, hogyha ezt tudjuk ezt tenni, mikor találkozunk egymással, és érzékeljük, hogy a másiknak egy ilyen nehezebb időszaka van, vagy fájdalmasabb időszaka van, vagy éppen gyászon, vagy olyan vesztességen megy keresztül, aminek komoly terhe van, lelki terhe van az ember életében, akkor jó, hogyha tudjuk egymást vigasztalni. Isten szerint való módon, az ige gazdagsága szerint. Tehát hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Vigasztaljuk egymást, és ezáltal tudjuk építeni egyik a másikat. Utána pedig Pál apostol figyelmeztet bennünket, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek. Akik elöljáróitok, intenek is titeket, tehát bátorítva korrigálnak, a munkájukért nagyon becsüljétek őket. Emlékeztek, mivel kezdtük a mai napot? Azt, hogy a csapatomat kiemeltem, és megbecsültem őket. Tehát azt, amit itt Pál mond, azt elkezdtem gyakorolni. És ez nagyon fontos, hogy megbecsüljük. Hogyan tudjuk megbecsülni a munkatár, akik fáradoznak közöttünk? Hogyan tudjuk, azt mondja, nagyon megbecsülni az elöljáróinkat, akár a társadalomban, a munkahelyi szinten, vagy a döntéshozóinkat a nemzeti szinten, vagy a gyülekezeti szinten, vagy családi szinten. Hogyan tudjuk megbecsülni, akik közöttünk fáradoznak? Meg tudjuk becsülni bátorító szavakkal, dicsérő szavakkal, meg tudjuk becsülni segítőkészséggel, meg tudjuk becsülni olyan ajándékokkal, olyan elismerésekkel, olyan anyagi jellegű adományokkal is, ami által megbecsülve érzik magukat. Ugye egy munkahelyen a megbecsülés legfontosabb kifejezése a bátorító szavakon, illetve a pénzügyi megbecsülésen keresztül jön. Amúgy itt is megtalálható a görögben honorárium szó, tehát hogy pénzügyileg is legyenek megbecsülve, akik fáradoznak közöttünk. De ez jó, hogyha a családi szinten is gyakoroljuk, akár a gyermekek a szülők felé, jó, hogyha munkahelyi szinten, és jó, hogyha gyülekezeti szinten is gyakoroljuk.
a megbecsülés. Ezt annyira fontosnak tartjuk, hogy még egy külön napot is elrendeltünk erre, december első vasárnapja, a megbecsülésnek a napja, hogy ennek a kultúráját sokkal jobban beépítsük a keresztényeknek az életében. És a megbecsülésnek mi lesz a gyümölcse? Azt mondja, hogy éljetek egymással békességben. Oké, és akkor olvassuk még el ennek a versnek a második részét. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket. Mit jelent ez? Hogy látunk olyan embereket, akik nem túl szorgalmasak, nem túl aktívak, akár a munkában, akár a szolgálatban, azokat a bátorítva korrigáljuk. Tehát nem baj, hogyha úgy megyünk el az ilyen helyzetek mellett, emberek mellett, hogy bátorítva korrigáljuk. Tehát nem szó nélkül, hanem bátorítva korrigáljuk őket. Azt mondja, biztassátok a bátortalanokat, vannak erősek és vannak bátortalanok. Különösen a bátortalanok nagy szükség van biztatásra, de amúgy biztatásra, bátorításra mindenkinek szüksége van. Azt mondja, karoljátok fel az erőtleneket. A fölkarolás az egy picikét több, mint a biztatás. A biztatás a szóbeli, verbális bátorítás, de a felkarolás az szóban is, de cselekedetekben is megjelenik, hogyha valakit fölkarolunk, segítjük őt, támogatjuk őt szavakkal és cselekedetekkel egyaránt. Tehát karoljátok föl az erőtleneket. Legyetek türelmesek mindenkihez. Miért mondja ez Pál a végére? Mert a tétlenkedőkhez is türelem kell. Még ki tud jönni, még meg tud változni. A bátortalanokhoz is türelem kell. Még a bátortalan bátorrá tud lenni. Vagy az erőtlenne, akit föl kell karolni, ahhoz is türelem kell, hogy még visszakapja az ő erejét. Ezért mondja, hogy legyetek türelmesek mindenkihez. Azt mondja, vigyázzatok, hogy senki se fizessen rosszan, hanem törekedjetek mindenkor jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Tehát hogyan, mi volt az alapkérdésünk? Hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Hogy törekedjünk mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Tehát a jó szándék, a jó motiváció, a jó hozzáállásra. A 2 Tesszalonikából lesz a következő ige, keressétek ki, ugye most az 1 Tesszalonika volt, most megyünk át a 2 Tesszalonika 1-3-4-be, 2 Tesszalonika 1-3-4, ez egy másik ige, de halladj velem, keresd ki a Bibliába, viszonylag most könnyű kikeresni, mert csak egy-egy könyvvel megyünk előrébb. 2 Tesszalonika 1-3-4. Szüntelenül, ugye mi az alapkérdésünk, hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Szüntelenül hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekedünk is az Isten gyülekezetében veletek, állhatatosságotokkal, hitetekkel, amely minden üldözetés és nyomorúságot elviseltetek. Figyeljetek, miről beszél itt, hogyan viszonyuljunk egymáshoz, hogy a egymás iránt való szeretet gazdagodik. Miért ad Pál hálát a Tesszalonikában élő testvérekért? Mert ezek növekedésben lévő testvérek voltak. És adja az Isten, hogy ez mindegyikünk életében így legyen. És ezért is a hétfő kedden, amiről beszéltünk, a célra tartó életmód, szemléletmód, gyakorlat, az fölgyorsítja, megerősíti a növekedést az életünkben. Nézzük meg, hogy a Tesszalonikaiak miért voltak növekedésben. Miből látjuk, hogy ők növekedésben voltak? Azt mondja, hiszen hitetek nőttön nő. Tehát ez azt jelenti magyarul, hogy folyamatosan növekszik a hitetek, de azt mondja, nem hogy elfogyna, vigyázzatok, hogy el ne veszítsétek a hiteteket, vagy elfogyna, hanem folyamatosan növekszik a ti hitetek, ahogy a tanítványok mondják is, hogy növeld a mi hitünket. Tehát ők a hitben is egy folyamatos növekedésben voltak, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Tehát a szeretetben is egy gazdagodás, egy növekedésben voltak. És ezért példát adtak a más gyülekezeteknek is. Tehát hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Hogy ebben a növekedésből, ahogy a szeretetünk és a hitünk növekedésben legyen, és így viszonyuljunk egymáshoz. Hogy gazdagodjon a szeretetünk, és növekedjen a hitünk. Adja az Isten, hogy ebben a növekedésben benne tudjunk lenni. Na, lassan közeledünk az utolsó igékhez,
Úgyhogy gyertek, menjünk tovább a zsidókhoz írt levél. Ez lesz az utolsó páli levél, amit elolvasunk. A 10. rész 24-25. 5. vershez továbbra is az alapkérdésünk, hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Keressétek ki a zsidó 10, 24-25-öt. Ügyeljünk arra, ugye ez azt is jelenti, hogy vigyázzunk arra, ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. De kezdjük a végéről. Közeledik az a nap. Ugye ez különösen az utolsó idők közvetlen eseményeire utal, az Úr visszajövetelének a napja. És ebben az időszakban azt mondja, különösen vigyázzunk. Mire vigyázzunk? Hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Mit jelent a kölcsönösség? Én is feléd, te is felém. Én is feléd, te is felém. Ezt azért hangsúlyozom a kölcsönösséget, mert látom, hogy hajlamosak bizonyos típusú emberek arra, hogy egyoldalúak legyenek a kapcsolatban. Szeretném hangsúlyozni, az egyoldalúság nem működik. Az egyoldalúság tönkreteszi a kapcsolatokat. Pál mindig a kölcsönösségről beszél, például mondja is, hogy a kölcsönös adás vevés. Ha valaki csak vevésre van beállva, de nem kölcsönös ez a dolog, akkor az a kapcsolat rossz lesz, tönkre fog menni és nem fog működni. Tehát a kapcsolatoknak az egyik legfontosabb alapelve a kölcsönösség, hogy mindenki tesz bele és mindenki vesz ki belőle. Ezért mondja itt, hogy kölcsönösen szeretett dolgokat teszünk be és jó cselekedetekre buzdítsunk. Tehát, hogy kölcsönösen buzdítsunk. Mire bátorít itt Pál? Hogy arra bátorít, hogy buzdító, bátorító emberekké váljunk, és vigyázzunk erre, hogy az utolsó időkben jó cselekedetekre és szeretetre bátorító emberekké váljunk. És mi a második dolog, amire indít Pál bennünket? Hogy saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogy egyesek szokták. Itt alapvetően az eredeti nyelvben szó szerint azt található, hogy az összegyülekezést ne hagyjuk el. Tehát az Isten tiszteleteken való aktív részvételt ne hagyjuk el. Természetesen fontos, hogy saját gyülekezetünkhöz ragaszkodjunk, fontos, hogy hűségesek legyünk, de itt alapvetően egy dolgot nagyon hangsúlyoz Pál, hogy soha ne hagyjuk el a közösségi Isten tiszteleti dolgokat. Mert az egy olyan közösségi kenet, ami egy olyan pluszot tesz az életünkhöz, ami az egyéni vonalon nem tud bejönni. És a Biblia mutatja azt és mondja, hogy Isten sok mindent csak a közösségi keneten keresztül ad oda az egyének. És hogyha az egyén nincs benne a közösségbe, akkor nem tudja birtokba venni azt. Hogyha megnézitek az abcselt, a gyógyulások jelentős része a közösségben történt. Ha megnézitek a Szent Szellem kiáradásoknak, a 90%-a közösségi eseményeken történt. Akkor, hogyha mi nem veszünk részt ilyen módon a közösségi eseményekben, egyszerűen a Szent Szellemnek az ilyen típusú kiáradásait egyszerűen nem tudjuk megkapni. Vagy bizonyos természetfeletti csodákat, vagy az élő igét a közösségnek a lüktetését és a feltöltő erejében nem tudunk részesülni. Ezért mondja itt Pál, hogy ne hagyjuk el az összejövetelre való járást. Most kénytelenek vagyunk elhagyni, ezért pótoljuk valahogy online, de azt mondja, hogy ne hagyjuk el. Ne hagyjuk el ezt, ne engedjük, hogy ez elkopjon az életünkbe, hogy minden más fontossá váljon. Ezért jó az, hogyha bizonyos jó szokásokat alakítunk ki, és az egyik ilyen jó szokás, hogy az Isten tiszteleti időpontot rendszeresen föntartjuk arra, hogy akkor mi foglaltak vagyunk, és nem engedjük, hogy mindenféle más program kerüljön oda. Tehát ezért mondja egy Pál, hogy ne hagyjuk el, ahogy egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, mivel látjuk, hogy közeledik a nap. Amint megyünk az utolsó időkbe bele, annál nagyobb szükség van arra, hogy bátorítsuk egymást. Nem csak hivatalosan a szószékről, hanem a mi beszélgetéseinkben,
a mindennapjainkban, a telefonálásainkban, az ügyintézéseinkben bátorítsuk egymást, mert tudom, hogy mekkora szerepe van ennek. Emlékszem, egyszer valami, aztán postahivatalban voltam, és nagyon ki volt borulva az egyik hivatalnok ott, láttam egy jelenet, ami tényleg csúnya volt, és nagyon kiborult ezen. És ahogy én következtem a soron, és elkezdtem bátorítani ezt a személyt, akit nagyon megviselt az embereknek az ügyintézése, hogy egyszer meglepődtem azon, hogy milyen ereje van a bátorításra, csak még befizettem ott egy-két csekket, és néhány mondatban bátorítottam őt, és teljesen megnyugodott, és visszakerült a helyes kerékvágásba. Tehát bátorítsuk egymást. Hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Bátorítsuk egymást. Jó dolgokra, kölcsönös szeretetre és jó cselekedetre. Na, akkor menjünk még akkor az egyetemes levelekhez, vagy ahogy mondják, katolikus egyetemes levelekhez, a Páli, a Jakab, illetve a Péter levélhez, és ezek lesznek az utolsó igehelyek. A Jakab 5.9.10 nagyon-nagyon jó, illetve a Jakab 4.11, de kezdjük a 4.11-el. Keressétek ezt ki, ez egy nagyon bátorító. Érdekes, hogy Jakab a nem oldaláról közelíti meg, ahogyan viszonyuljuk egymáshoz. Azt mondja, ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Tehát ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Mit jelent a rágalmazás? Ellene beszélni valakinek, és rosszat beszélni valakiről. Ez a két a szó eredeti tartalma ezt jelenti, ellene beszélni valakinek, és rosszat beszélni valakiről. Azt mondja, hogy ne tegyük ezt. Hogyan viszonyuljunk egymásra? Úgy, hogy ne mondjunk rosszat a másikról. Úgy, hogy ne beszéljünk ellene a másiknak. Sajnos itt Magyarországon és a magyar közegben ez viszonylag gyakran előfordul, hogy az emberek egymásról rosszat beszélnek. Kérlek benneteket, igazodjunk az Isten igéhez, hogy ne beszéljünk mások ellen. Ne mondjunk rosszat másokról. Ne panaszkodjunk testvéreim egymásra. Vagy ez a másik fordítás úgy, hogy ne sóhajtozzatok. Tehát ez a nehéz beszéd egymásra. Tehát hogyan viszonyuljuk egymáshoz? Úgy, hogy ne rágalmazzuk egymást. Ne beszéljünk rosszat egymástól. Ne beszéljünk ellene egymásnak, mert Jézus Krisztus az, aki megítél a törvény által bennünket, és nem mi vagyunk egymásnak az ítélő bírája. Utána Jakab 5.9 a következő részben, a 9.10. vers folytatja ezt a gondolatsort. Nagyon jól megfogalmazza, ez szintén egy olyan bűnre hívja fel a figyelmet, amit fontos, hogy lássuk. Jakab 5.9.10 azt mondja, ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll, vegyetek példát testvéreim a szenvedésben és türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Azt mondja, ne panaszkodjatok, ne beszéljetek ellene egymásra, hogy el ne ítéltessetek. A panaszkodásban benne van a másiknak a megítélése, de azt mondja, ez nem a mi dolgunk. Az igaz bíró az, aki megítéli az ember, ő látja a szívet, a szívnek a szándékait és az emberi lehetőségeket. Tehát ne panaszkodjunk, illetve ne rágalmazzuk egymást, ne mondjunk rosszat egymásra, és ne beszéljünk ellen a másiknak. És fontos, hogy ezt megtegyük. És a Jakab 5.16-ban még van egy vers, érdekes, hogy Jakab hogyan viszonyuljuk egymáshoz a negatív aspektusairól beszél, ne panaszkodjunk, ne rágalmazzuk, és a Jakab 5.16 pedig erre fölteszi a koronát. Azt mondja, valljátok meg azért egymásnak bűneiteket. Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Tehát amikor rágalmazzuk egymást, ellene beszélünk, rosszat mondunk a másikról, hogyan tud ez meggyógyulni? Megvalljuk egymásnak a bűneinket. Imádkozunk egymásért, megbocsájtunk egymásnak, és ebből adódóan jön a gyógyulás.
Tehát ezért valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát hogyan viszonyuljuk egymáshoz? Néha egy bűnvalló, őszinte magatartással, és jó néhány kapcsolatot láttam már meggyógyulni, hogy az egymás ellen elkövetett bűnöket megvallották, és megbocsájtottak egymásnak. Ez egy nagyon-nagyon erős gyógyító gyakorlat, amit többször kellene gyakorolnunk a kapcsolati sebek kezelésében. Az 1 Péter 4, 8, 11. Hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Péter milyen válaszokat ad erre? Nézzük meg, még van 10 percünk. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez, legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot, szellemi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azokkal, azzal egymásnak, mint az Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Tehát hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Úgy, hogy egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek. Miért mondja Pál, hogy legyen a szeretet kitartó? Ugyanis nagyon sok kapcsolódásban a szeretet az elején nagyon fölbuzog, és jól működik a kapcsolatban a szeretet. De a kitartás az pedig arra utal, hogy hosszú távon vigyázz arra, hogy a kapcsolataidban a szeretet meg tudjon maradni. Hosszú távon meg tudjon maradni a szeretet a kapcsolataidban. Mert ez elfedezi a gyarlóságokat, a bűnöket, a másiknak a negatív aspektusait. És utána így mondja, hogy legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Tehát a szeretet megnyilvánulása egymás között az úgy is megjelenik, hogy vendéglátásban. Én gyakoroljuk ezt, hogy meghívjuk egymást egy ebédre. Vendéglátást gyakoroljuk ezt. Ez a szeretetnek egy nagyon konkrét megnyilvánulása, és a Biblia arra is bátorít, hogy a vendéglátók akár angyalokat is megvendégelnek, ugye erre látunk Biblia példákat, és hogy a vendéglátásban hogyan kapott Ábrahám is áldást, hiszen a feleségének a meddősége gyógyult meg, mikor vendégül látott embereket, akik az Istentől küldöttek voltak, és bejelentették a gyógyulást. Tehát a vendéglátásban van egy áldás, és azt mondja, hogy zúgolódás nélkül tegyük. Tehát bátran hordozzuk a vendéglátásnak és a vendégszeretetnek a terhét. És hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Hogy mondta itt Péter? Ki amilyen szellemi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok egymásnak. Ha valaki közbenjáró ajándékot kapott, akkor a másik felé tud közbenjárással szolgálni. Ha valaki prófétai ajándékot kapott, akkor ezzel tud bátorítani a másik felé. Tehát amilyen ajándékot kaptál, ezt használd a másik felé, a másik építésére és áldására. Tehát ilyen módon tanácsol bennünket Péter, hogy így viszonyuljunk egymáshoz. Még az 1 Péter 5.5-ben ugyanígy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak. Mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, és legyetek alázatosak. Érdekes, hogy a generációs különbözőségnél hangsúlyozza, hogy legyetek alázatosak. Kinek mondja? A fiataloknak mondja, hogy legyenek alázatosak az idősekkel kapcsolatban, és tiszteljék azt a pluszt, tapasztalatot, kort, ismeretet, amivel ők rendelkeznek. De az idősek is legyenek alázatosak a fiatalok felé, ne írják le őket, becsüljék meg a bennük lévő értékeket. Tehát, hogy egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak. Tudjátok, hogy hány konfliktus helyzetet lehetne elkerülni, hogyha csak ezt az igét újból és újból zsinormércéjül használnánk a kapcsolatainkra? Hogyha valamennyien alázatosak maradnánk? Ugyanis az alázatos ember az tudja, hogy időnként nem kell szólni. Az tud, és annak az, ha megszólal, az másképp beszél, mint a büszke ember. És a büszke ember beszéde sértő, az alázatos ember beszéde az pedig gyógyító. És azt mondja, egymás iránt pedig legyetek valamennyien alázatosak. A fiatalok és az idősebb generációk között is legyen ez meg, mert Istennek tetszik az alázat, az alázatosok
eljutnak az Úrhoz, viszont a gőgöseknek Isten maga is ellenáll. És érdekes, hogy az emberi kapcsolatokban is ellenállást vált ki. Ezt többször tapasztaltuk, ha valaki nagyképűen, lekezelően, gőgösen bánik mondjuk veled, akkor automatikusan egy ellenreakció alakul ki, és azt mondod, hogy ezzel nem akarok üzletelni, nem akarok közösséget, nem akarok vele közös dologba belemenni, mert nincs olyan bizalom, mert érzed az alázatnak a hiányát, és a gőgnek a bűzét. És ez gátolja a kapcsolatot, és ez az Istennel való kapcsolatunkat is gátolja. Na, akkor eljutottunk az utolsó igékhez, az 1 Péter 5.14-ben, ez most nem vonatkozik ránk, köszöntsétek egymást a szeretet csókjával, tehát hogyan viszonyuljuk egymáshoz, hogy a szeretetünk legyen kifejezve mindenkinek a maga módja szerint, ugye ez korábban ez sokkal nagyobb gyakorlat volt, a köszönési formák között volt a csók, ma már más köszönési formák vannak, de jó, hogyha a szeretet motiválja a mi köszönési formáinkat. És akkor elérkeztünk az utolsó igehelyre, az 1 Jánosban van. Az 1 János, ez az utolsó levél, amit ma fogunk olvasni, és az alapkérdésünk továbbra is az, hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Nézzük János apostol első levelében, hogy milyen válaszokat kapunk. Az 1 János 1.7. Ha pedig világosságban járunk, ahogy ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással. És Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Maradjunk világosságban. Tehát a kapcsolatainkban legyen egy világosság. Ne érezd azt, hogy a másik rejteket valamit. Nem látod át. Nem tudod pontosan, hogy mire számíthatsz. Mert mindig van valami a háttérben. Vannak olyan emberek, akik gyakran érzékeltetik, vagy éreztetik ezt. És ott valahogy nem tud kialakulni egy biztonság. Azt mondja, hogy ahogy Isten maga is világosságban van, legyen olyan módon közösségünk egymással, hogy világosságban vagyunk. Ez egy bizalmi viszonyt tud létrehozni. És ahogy ő világosságban van, járjunk mi is a kapcsolatainkban világosságban. Ilyen módon viszonyuljunk egymáshoz. És az utolsó ige az 1 János 4-ben van megírva, hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Tehát van egy tartozásunk mindenki felé, kötelező tartozásunk, ez soha nem lehet kielégíteni ezt a hitelt, ezt a tartozást, mégpedig, hogy szeressük egymást, és hogyha szeretjük egymást, megmaradunk a szeretetbe, az Isten lakhelyévé tud válni az életünk, hiszen ő maga a szeretet, és bennünk tud maradni. Úgyhogy ezek azok a igék voltak, ami a páli levélben válasz arra, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Na most így kicsit összefoglalom ezt nektek, felsorolom azokat az igéket, amiket olvastunk. Hogy mit tanácsol, még egyszer emlékeztessük, és ezzel emlékeztetni akarok benneteket, ezzel fejezzük be, hogyan kell Krisztusban viszonyulnunk egymáshoz. Szeretjük egymást szívből, kitartóan és egyre gazdagabb formában, tehát növekvő szeretettel. A második dolog, hogy közösségünk van egymáshoz, közünk van egymáshoz, és ez világosságban történik. A harmadik, köszöntjük egymást, felköszöntjük egymást, és a szeretetnek van egy ilyen kifejeződése ezzel kapcsolatban. Egymás iránt alázatosak vagyunk, erről többször olvastunk, illetve szolgálunk egymás felé, építjük egymást, a vendégszeretet gyakoroljuk, vendégszeretetet gyakoroljuk egymás irányt, imádkozunk egymás szükségeiért, időnként akár bűnvallást is teszünk egymásnak, nem panaszkodunk és nem rágalmazunk, tehát ellene beszélő negatív vádakat szólunk egymásra, egymást jó cselekedetre buzdítjuk, bátorítjuk és megdicsérjük. Hálát adunk az Istennek egymásért, egymást vigasztaljuk, különösen a fájdalmasabb, nehezebb időszakokban. Egymást megbecsüljük, és ezt kifejezésre juttatjuk. Egymást építjük, és törekszünk, hogy békességben legyünk egymással. És nem hazudunk egymásnak,
és elhordozzuk, elviseljük egymásnak a gyarlóságait, megtartva magunkat a szeretet és az egység kötelékében, megbocsájtunk egymásnak, tudunk tanítani az Isten igéjéből, tanítjuk egymást, és bátorítva korrigáljuk, intjük egymást. És jóságosak és irgalmaskodunk, irgalmasok vagyunk egymáshoz, illetve engedelmeskedünk Isten félelmében egymásnak időnként, egymás terhét hordozzuk, nem csupán a magunkét, és igazodunk egymáshoz. Tehát mindenki igazodik a másikhoz, nem csak az egy imádni, egyhez igazodik mindenki. Kölcsönösen gondoskodunk egymásról, befogadjuk egymást, elfogadjuk egymást, és egymással egyetértésben élünk. A tiszteletadásban egymást megelőzőek vagyunk, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, buzgók, és egymás hita által épülők. Tehát ez most egy igen tömény felsorolás volt, de az elmúlt napon és ma este is ezzel foglalkoztunk, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Adja az Isten, hogy az ige megszólítson, építsen téged, megerősítsen téged, és vezessen téged. Ebben is formálja az életünket. És nézzétek, hogyha az egymással való kapcsolatunkban az ige válik a zsinór mércévé, akkor tudunk mindig világosságban maradni, egyenességben, tiszta kapcsolatokban, áldott kapcsolatokban maradni. Úgyhogy kívánom, hogy most, ebben az időszakban engedjük, hogy a családi közösség, a gyülekezeti közösség és minden társadalmi szerveződésben az egymáshoz való igazolásunk ne testi, hanem Isten igéje alapján tudjon felépülni. Úgyhogy kívánok el sok erőt és sok áldást nektek, és elmélkedjél továbbra is ezek fölött, az igék fölött, és ez áldásukra fog szolgálni. Örülök, hogy velem voltatok ebben a Biblia tanulmányozásban, és szeretnék most imádkozni, hogy tudjunk növekedni az egymáshoz való helyes bibliai viszonyulásban. És utána megnézzük, hogy érkeztek-e kérdések, de úgy látom, hogy nem érkeztek kérdések, úgyhogy imádkozzunk most egyet. Mennyei Atyám, formálj bennünket ebbe, hogy az egymáshoz való viszonyulásunkban el tudjuk hagyni a negatív aspektusokat, a panaszkodást, a rágalmazást, mindenféle negatív dolgot. Uram, add, hogy ezeket le tudjuk vetközni. És Uram, imádkozom azért, hogy segíts bennünket, hogy az ige által fölöltözzük a krisztusi magatartás formákat. Hogy növekedjünk a hitben, a szeretetben, a bölcsességben, és mindazokban a dolgokban, amiket olvastunk. Uram, adj nekünk ebben növekedést, és Szent Szellem segíts meg bennünket, hogy elhagyjuk a rossz magatartás módokat, és tudjunk növekedni és változni, hogy minden emberrel békességben éljünk. Uram, én megáldom azokat, akik most online voltak velünk, akik végigjöttek ezen a Biblia tanulmányozáson, hogy az életükben változások történjenek, hogy növekedni tudjanak az egymással való kapcsolatban. Megáldom ezt az időszakot, amikor sokkal beszűkültebb állapotban vagyunk, hogy te tudsz szólni hozzánk, hogy minden olyan jó dolog megtörténjen, és minden negatív dolog távol maradjon. És Uram, mi hálát adunk a jó dolgokért, és ellenállunk az aggodalmaskodásnak, félelemnek, mert tudjuk, hogy a mi jövőnk a te kezedben van. Ezért legyetek áldottak az Úr Jézus nevében. Ámen! Úgyhogy jó estét, jó pihenést kívánok mindenkinek!